Köszöntöm kedves nézőinket, a Jászterjó Televízió döntés után önkormányzati magazinját láthatják ez évben utoljára. Most dr. Szabó Tamás polgármester úrral a decemberi soros testületi ülésről, illetve az azt megelőző hónapról fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Hát ugye mindig azzal kezdjük ezt a beszélgetésünket, hogy egy picit visszatekintünk és néhány fontosabb témát előszedünk az elmúlt egy hónapból. Ilyenkor aktuális téma mindig, minden hónapban a bejárások. Az első ugye az 5-ös választókörzet bejárása, ami magában a szóban rejlő bejárás ugyan elmaradt, de egy fórum azért mégiscsak megmutatta, hogy mit fejlődött a körzet az elmúlt egy évben, illetve milyen tervei vannak Ferencvári Csaba képviselő úrnak. No, ön mit tapasztalt, mik ott a legsúlyosabb problémák? Igen, mielőtt úgy mondanám, csak szeretném jelezni, hogy képviselőtársaimmal megegyeztünk egyébként abban, hogy a jövőben nem tekintünk el a bejárás valódi formális részétől sem, mert ez pont ugyanúgy hozzátartozik a városlakókkal való kapcsolattartáshoz, mint egy fórumnak a megtartása. Független attól, hogy télen valóban korábban sötétedik. Ugye a körzetben a legfontosabb problémák mik lennének? Ám gondolom, hogy a körzet úgy nagyon elütne az átlagvárosi részt, ha azt hiszem infrastruktúrálisan eléggé fejlett, vagy legalábbis a nagyobb része. Tehát kevesebb gonddal bír, de természetesen ugyanazok a jelenségek jelen vannak azért a körzetben is, mint bárhol máshol a városban. Ami kiemeli egy kicsit talán idézőjelesen jelentőségét, az a kórháznak a körzeti elhelyezkedése. És hát itt kifejezetten felmerülő kérdés volt például a kórházban, meg a kórház környékén a parkolás kérdésköre, valóban neuralgikus pont. A Szelei útnak a forgalma, meg az ott lévő kórházi parkolás, a kettő együtt egy kicsit közlekedés biztonsági szempontból is aggályos. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jövő évben tervezett és reményeink szerint meg is valósuló kerékpárút fejlesztés, amelynek az egyik nyomvonala majd a kórházat fogja elérni részben a Mária utca felől, részben pedig a Rét utca irányából. Azt gondolom, hogy azért ebben a kérdésben, legalábbis a biztonság kérdésében sokat fog javítani. A parkolást meg természetesen azon helyen, ahol lehet, ott majd kezelni fogjuk. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy milyen problémák merültek fel, aztán persze elmondjuk a pozitívumokat is, mert nagyon sok minden azért az elmúlt egy évben ebben a körzetben alakult vagy fejlődött. Tehát a kórházi parkoló után szóba került ott a Szent László lakótelepen, hogy az iskolákból érkező fiatalok, többnyire középiskolások nem rendeltetésszerűen használják a játszótereket, aminek hát nyilván megvan az alapfunkciója, de hát ott lehet egy kicsit, hogy is mondjam, pihenni, ott áldogálni, iskola közi időt eltölteni, aztán szemét, cigaretta, ez az amaz, nem kell sorolni, tehát nyilván ismerjük ezt a dolgot, lehet ezt valahogy orvosolni, mit lehet ilyenkor csinálni? Hát azt gondolom, hogy igen, tehát foglalkozni kell vele, nagyjából két irányból, hát azon túlmenően, hogy az érintett már nem gyerekkorosztályt azért valamilyen módon ebben a kérdésben ugye, irányítani kell, jelezni nekik, hogy azért ez a fajta gyakorlatviselkedés nem elfogadható egy közösség szempontjából, de hát mindenképp a pedagógusok bevonásával, meg a mi erőinkkel, a közterületfelügyelettel és egyáltalán azzal a folyamatos ellenőrző jelenléttel azért az ilyen jellegű közösség számára nem igazán kívánatos viselkedési formákat lehet igazítani. Ez folyamatos nevelés egyébként. Fiatalok és kissé meggondolatlanok mindig voltak, valószínűleg lesznek is, mindaddig, amíg meg nem tanulják, hogy mi a rend, ebben segítünk nekik. Mielőtt beszélnénk arról, hogy milyen tervei vannak ugye a képviselő úrnak a 2017-es esztendőre, 8 járdaszakaszt újítottak fel, illetve érintette ezt a részt is, ugye a városi közutak felújítása, illetve 2 épülettömb homlokzata újult meg, és a csapadékvíz elvezetési problémák egy részét is orvosolták. Erről majd később nyilván fogunk elég tüzetesen beszélni, hogy milyen ötletei vannak, illetve majd amikor a költségvetési koncepció előkerül itt a beszélgetésünkben arról, hogy a település hogyan fog ebben lépni, és a tervek pedig az, hogy a Jászai Mari utat biztonságosabbá teszik, a Rét utcai kereszteződést tovább folytatják, és közvilágítás fejlesztés is volt ezen a területen. Igen, hát ugye egy része ezeknek a beruházásoknak az úgynevezett képviselői keretből valósult meg, egy további rész pedig azokból a fejlesztési, erős fejlesztési terveknek vagy programoknak a részeként,
És hát ki kell emelni valóban az önerős, vagy nem is önerős, hanem a városi erejű, vagy indítatású járdaépítéseket is, amiben meg a közmunkások vitték elsődlegesen a szerepet. Úgyhogy azt gondolom, megint csak azt tudom mondani, mint az elején, hogy a körzetben körülbelül azok a jelenségek, fejlesztések terén, kivitelezés és egyéb munkálatok terén látszanak, mutatkoztak ebben az évben, mint a városban úgy átlagosan. Csapadékvíz az egy jó kérdés, itt is van néhány olyan neuralgikus területe az összvárosi területnek, ahol bizony egy nagy mennyiségű hirtelen leeső csapadék igen komoly problémákat okoz, ezzel kell majd úrrá lennünk, de hát erről majd váltunk még szóta jövőt, taglalva. A közelmúltban, ha jól emlékszem, nem is olyan régen Szentlőrinc Káton megpróbált csatlakozni Jászlókun Szolnok megyéhez. Ugye nem véletlen a helyzet, hiszen ő Pest megyéhez tartozik, hogy gyakorlatilag nullára konvergálható egy ilyen település pályázati lehetősége, és Jászlókun Szolnok megye ilyen szempontból egy sokkal előnyösebb pozíciót biztosított volna a kis településnek. Na most ezt nem csak nyilván őt érinti, hanem bizony az ott dolgozó vállalkozásokat is. Ilyen például az egyébként nagyon jól prosperáló Káta CNC átkerült részben Jászberényi telephelyjel ide a Jászságba. Milyen tapasztalatokat szerzett akkor, amikor most ugye talán egy hete járt az önkormányzati delegáció mind a két, a Szentlőrinc Káta, illetve Jászberényi telephelyen is? Tehát maga a jelenség volt igen érdekes, így ahogy felvezette a szerkesztő úr. Tehát annak részeként, hogy számtalan eleme van annak, hogy a Jászság vagy Jászberény környéke gazdaságilag befektetők számára, fejlesztők számára miért vonzó. És az egyik ilyen elem kétségtelen az, hogy a gazdasági szereplők számára uniós pályázati forrás ebben a régióban, Észak-Alföldi régióról beszélünk, ebben a régióban van elérhető. Akár a CNC meg is pályázott, és ilyen ezzel a telephelyen, ilyen érintettséggel sikeres is volt, míg Pest megye, ugye, mint központi régió, az meg kiesik ebből, elesik ettől a lehetőségtől egyszer. Másodszor meg hát pont az demonstrálja azért az a történet is, hogy az, hogy megye határ ide, megye határ oda, azért vannak települések, amelyek szervesen részei a Jászság, vagy a Felső Jászság, vagy Jászberény életének, no ilyen Szentlőrinc Káta is, tehát az iskolától kezdve az egészségügyi ellátásig, a bevásárlásig, munkahelyek egy jó része, és akkor most ezt mutatja, hogy itt tulajdonképpen gazdasági szereplők is vannak, akik közösen mindkét településen érintettek. Egyébként összességében nagyon kedvező és pozitív tapasztalat volt, egyfelől egy családi vállalkozás lényegében a semmiből, hogy kinőtt hasonló történeteket itt Jászberényben is ismerünk nagyjából a rendszerváltás óta, meg az a szándék, hogy ezt itt a saját településén, vagy a települések közvetlen környezetében tartja és fejleszti. Ez is nagyon dicséretes, és természetesen hát az a teljesítmény, az a szakmai teljesítmény, amit produkálnak, mert olyan nívós, világmárkás autóipari cégek beszállítói tudtak lenni, tehát azért azt gondolom, hogy nem megalapozatlanul. Ráadásul nagy foglalkoztatók, hiszen közel 900 munkavállalóval dolgoznak együtt, ami nem semmi, és hát ugye hallhattuk a múlt heti Berényi Hírmondóban, amikor összefoglaltuk ezt a bejárást, hogy egy új 10.000 négyzetméteres csarnokot terveznek itt már Jászberényben, azon a telephelyen, amit ugye nemrégiben átvettek, ezt mindezt nyilván pályázati segítséggel is, közel 1 milliárdos beruházásból, ami pedig nem egyszerű, egyrészt munkahely teremtődik ismét itt a Jászságban, Jászberényben, újabb adóbevétellel együtt. Igen, egyértelmű, ott a jászberényi telephelyük nagyjából ennek a foglalkoztatottai létszámnak olyan 10%-át foglalkoztatják, de egy határozott bővítést a terület ugye megengedi. Egy határozott bővítést szándékoznak végezni, ez munkahelyeket is fog jelenteni, és természetesen a minden ide vonatkozó nem csak a munkahelyek, hanem technológiai fejlesztések, amelyekre szintén most már pályázati lehetőség van, ugye is hozzáfér akkor a cég az ilyen jellegű pályázatokhoz is, amely meg most már a nehezen betölthető munkahelyeket fogja automatizálással és egyéb lehetőségekkel kiváltani. Úgyhogy ez elé néz a cég, én bízom benne, hogy ez ilyen módon realizálható is, és ez akkor a városnak is előnyt fog hozni. Azt hiszem, hogy az ottani megbeszélésen már szó volt arról, hogy az a terület még infrastruktúrálisan nem kiépített teljesen, tehát a városnak, várostól is elvárja a cég, hogy egy kicsit támogassa őket, próbálja odavinni a megfelelő infrastruktúrát. Mit tudnak ebben? Igen, az a 31-es útnak a Nagykáta felé a körforgalom utáni eső része,
és kétségtelenül víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram, az kint van, de ez az előbbi három, ennek egyfajta fejlesztése azért célszerű. A részletekről fogunk egyeztetni, egyébként csak úgy zárójelesen jegyzem meg, hogy pont ilyen jellegű, tehát ipartelepeknek az infrastruktúrális fejlesztését célzó topos pályázataink most is vannak, és három helyén a városnak pont egy ilyen együttműködésben vagyunk a különböző cégekkel, ugye kint a Pusztamonostori úton, aztán a Fortakó, illetve még a hűtő telep mögötti, most kapta a nevét nem olyan rég, ez a Kerekudvari út, azt hiszem így hívják. Tehát ezen a területen ezt is csatlakoztatni kell ebbe a rendszerbe, lehet, hogy nem ebbe a pályázatba, de mindenképp fogunk tudni együttműködni, azt gondolom. Ebben ehhez a témához remekül kapcsolódik az a szakképzési fórum, amit a közelmúltban, talán múlt hétvégén jártunk, pénteken, ha jól emlékszem. Ebben ezt egyébként a Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka József tagintézménye, tehát itt nyilván mi egyszerűen így ismerjük, hogy a Klapka szakképző szervezte. Egy érdekes hármas találkozás volt, mert a szakképzés, a városvezetés, illetve a vállalkozók nyilván az igénykövető szakképzés érdekében találkoztak, eszmét cseréltek. Ön mit lát, milyen a jelenlegi szakképzés? Mennyire tudja kiszolgálni a nyársági vagy a helyi igényeket? Hát először is igen jelentős átalakulásban van, ugye ezt tudjuk mindnyájan. Ugye az a célkitűzés, ami nagyjából a duális képzés formájában vagy keretében, vagy ezzel az elnevezéssel próbálnak, hát biztos, hogy hosszú évek alatt majd megfelelő szintre hozni. Ezt tulajdonképpen azt céloznák, hogy az igényekhez nagyon gyorsan és megfelelő minőséggel bíró kibocsátással igazodjanak ezek a szakképzőhelyek. És hát tulajdonképpen ugye itt nyilvánvalóan látjuk azoknak a szakmáknak a sorát, nem kicsi a lista, amelyek itt akár Jászberényben is hiány szakmák. Látjuk azt a lehetőséget, amit ez az iskola a képzés terén, a múltban, jelenben, jövőre nézve meg tud valósítani. Ebben igen szoros együttműködést kell kialakítani a cégek között. Tehát most nem csak a gyakorlati képzés, így a duális képzésnek a hatékony gyakorlati képzés oldala, hanem egyáltalán a gyors reagálás, tehát az igények gyors felmérése és a perspektivikus gondolkodás, mert az könnyű, vagy könnyű, hát ebben semmi nem könnyű, de egyszerű ma azért kiáltani, hogy nincs ilyen, olyan, amolyan szakma. Leginkább azt kell látni, hogy majd 5 év, meg 10 év múlva mik lesznek. Mondjuk most nem nehéz megjósolni, hogy ami most nincs, az 5 év múlva sem lesz, ha nem kezdjük el a megfelelő munkálatokat. De hát ebben egy aktív együttműködés kell a vállalkozásokkal mindenképp. És az önkormányzatnak ezt egyfelől generálni kell, össze kell hozni a feleket, azt a bizalmi hangulatot, légkört erősíteni kell, ami egyébként jól kialakult ebben a témában. Illetve hát vannak lehetőségeink, ugye pályázati ösztöndíj és egyéb rendszerek bevonásával, hogy az iskolát magát segítsük, vállalkozásokat is ilyen módon támogassuk. Ha már említette a szakképzés hozzájárulást, vagy ösztöndíj rendszert, itt ahogy ha jól emlékszem, hogy számolgattuk ott a fórum idején, bizony egy közel minimálbért egy jó tanuló azért összeszedhet, hogyha ebben a szakképzési rendszerben ő a jó tanulással és a hozzáállásával kiveszi a részét. Igen, ez egyértelmű. Ugye van állami eleme is ennek a történetnek, van a városi, és én nagyon bízom benne, hogy még a vállalkozásokat külön is be tudjuk majd ebbe a rendszerbe vonni, direkt ösztöndíj létesítéssel. És hogyha 2-3-4 szereplő havi 20-30 ezer forintjával összepakolja ezt a lehetőséget, akkor bizony minimál bérszintű juttatást, ösztönzést tud kapni egy hallgató, egy tanuló. Volt kulturális egyeztetés szintén a múlt héten itt Jászberényben, ez ugye egy megszokott történet, tehát ilyenkor a kultúra munkásai, szervezői, civil szervezetek, csoportvezetők összeülnek, és hát gyakorlatilag megpróbálják kiküszöbölni az ütközéseket a főprogram elemek tekintetében egész évre. Ez egyfajta célja ennek a dolognak, de nyilván van egy koncepcionális cél, ami arról szól, hogy jó-e
mennyire kielégítő a Jens Belényi program kínálat? Elsőre ön mit gondol erről? Igen, hát egy szóval tudom mondani, hogy nagyon jó a programkínálat, hogy aztán ez maradéktalanul kielégíti-e a lakosságot, vagy annak döntő részét, ez egy kérdés lehet, de azt gondolom igen. Tehát az átlagos és helyben megfogalmazott igényeket azt gondolom, hogy nagy volumenben ki lehet egyszer elégíteni. Természetesen mindig is lesznek olyan igények, amelyeket máshol, Budapesten vagy egyéb programokban tudnak majd érvényesíteni az emberek, de amire ez a közösség itt képes, az itteni szereplők, és ebben benne van a saját magunk által előállított érték is, tehát produkció, meg benne van az is, hogy amit a meglévő forrásainkból ide tudunk hozni. Én azt gondolom, hogy az a mi városunknak hagyományosan is egyébként, de ez egy jó teljesítménye. Nagyon örülök, hogy azt mondta, hogy igény, hogy ez egyre többször felmerül egyébként, hogy egy kicsit rugalmasabban hozzáállni mindenhez. Az igénykövetés volt az egyik olyan fontos koncepcióbeli kérdés, ami ott felmerült, illetve az ifjúságnak irányzott programok. Ennek pedig szintén valahol a városi törekvésekben gyökerezik az induló pontja, hogy gyakorlatilag itt kellene tartani a fiatalokat. Igen. A városnak ugye van egy alap, úgynevezett stratégiai gondolkodása, aminek a alaptézisei tulajdonképpen a demográfiai mozgások tapasztalataiból adódnak. Magyarul ugye észleljük a lakosságszám fogyását országosan és városon belül is, és észleljük ezt a jelenséget is, hogy a fogyás többek között abból adódik, hogy egy fiatal korosztály tanulmányai okán, elsősorban tanulmányai okán távozik a városból, és nem igazán jön vissza. Hát ezzel is foglalkozni kell. Tehát így, ahogy szerkesztő úr mondta, azt gondolom 17-ben nem csak a kultúra, nem csak az egyéb szabadidős tevékenységek, civil élet és sport és bármi területén, hanem a város gondolkodásának fókuszába kell ezt a problémát és ennek a problémának a kezelését állítani. Az, hogy egy fiatal korosztály nagyjából 18 és 30 között szintén érezze úgy lehetőségei szerint, hogy ebben a városban jó közérzettel lehet élni, a jó hely az életre, tudva azt egyébként, hogy ez a korosztály a legmobilisabb. Tehát ez a világ a világ, ugye a fiatal mesterlegények voltak azok, akik járták Európát annó évszázadokkal ezelőtt is. Aztán, amikor megállapodtak korban és egyéb módon, akkor azért úgy fixen, és akkor sokan jöttek azért vissza. Most is biztos, hogy ezek a tendenciák megvannak, de nekünk valamit mutatnunk kell ezen a téren, hogy itt is adjunk lehetőséget. Áttérünk az aktuális testületi döntésekre, de mielőtt belevágnánk, nézzük meg a múlt heti Berényi Hírmondóba készített összefoglalónkat. Ebben az évben szinte hónapról hónapra fejet kellett hajtani a testületnek egy-egy kiemelkedő városlakó vagy díszpolgár halála miatt. A szomorúan lobogó adventi gyertya most Bedőni Baki Katalin emlékéért, a néma fejhajtás pedig a karnagy pedagógus kivételes életpályája előtt tisztelgett. Ezt is elmondtam már, azt hiszem, azzal nincsen intézve az Európa Uniós cigány kérdés, illetve a roma kérdés, hogy elneveztek bennünket romának. Az első jelentősebb napirendi pont volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolója, melynek szóbeli kiegészítését több ellenzéki képviselő is aggályosnak vélte. Rácz Tamás szerint terjed a szegénység Jászberényben, amiben ők igyekeznek a nehéz sorsú roma és nem roma rászoruló gyerekeket támogatni ösztöndíj rendszerükkel és pályázataikkal. Válaszul a városvezetésből Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke, és a polgármester is elmondta, hogy ebben az esztendőben fejlődött az önkormányzatok közötti kapcsolat, és a korábbinál több feladatot végzett el az RNÖ a helyet alapítvánnyal karöltve. Ilyen a faiskola utcai tanoda és a többször politikai vita keresztüzébe került Szörpölde. Szintén fontos volt a helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Partner csoportnak, vállalkozó gazdasági szereplőknek egy ilyen jellegű igénye volt, amelyet akceptáltunk ebben a történetben. A polgármester elmondta, hogy az előterjesztés fejleszti a vállalkozók, a szakképző intézmények és az önkormányzat közötti kapcsolatot, az igénykövető partnerséget.
A jelenleg hatályos szabályozás szerint azok az adózók, akiknek a tárgyévet megelőző évre a Jászberény városi önkormányzatnak befizetett helyi iparűzési adója meghaladja az 1 millió forintot, az adójuk 2%-át felajánlhatják a szakképzési ösztöndíj program számára. Újabb 3%-ot pedig 7 a képernyőn látható különböző célú alapnak. Meg is fogalmaztam az adócsökkentéses előterjesztésemben, ezt szeretném, ha valóban legyen a költségvetések készítése kapcsán véglene gondolva. Miután megtudtuk, hogy Jászberény városa kézben tartja, a polgármesteri megállapítás szerint pedig rendjén kezeli a szociális szféra kiterjedt feladatait, következett a 2017 évi költségvetési koncepció tárgyalása. Balogh Béla, a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke szerint ez a büdzsé megérett egy komolyabb adócsökkentésre, mely a polgármester szerint jelenleg felelőtlenség lenne. Az alap bevételi és kiadási feladatok mellett fő irányelveket dolgozott ki a városvezetés, ilyen például a versenyképes önkormányzati bérrendezés, a gazdaság stabilitásának fenntartása és támogatása, illetve a munkaerőpiaci igénykövetés és támogatás. Fontos, hogy a bevált és költséghatékony városüzemeltetési formulák mellett nagyobb prioritással szerepeljen az ifjúság itthontartása és a régóta megoldatlan városi csapadékvíz elvezetés, ahol pontos ütemterv és nagyjából 300-500 millió forint évente csak az, hogy a problémás szakaszokon megoldást találjanak. Szabó Tamás kiegészítve a koncepció magyarázatát hozzátette, hogy a település jelentős adóerő képessége támogatja Jászberény fejlődését, de az állami normatívákból ezzel arányosan jóval kevesebb támogatás érkezik, ez akár 750 milliós kiesést is jelenthet. Szélvel szemben nem tudom mit csinálni, vagy lehet esetleg mégis valamit tenni ezzel szemben, jelezni, hogy ez nem érdekel az önkormányzati szférának. Gede József elmondta, hogy megérti, hogy nem könnyű a mai centralizálódó állammal szemben a helyi érdekeket érvényesíteni, de fontos lenne egy erős lobbierő, ami kihúzza a szolnok és jászpénzaruk között vákumba került Jászberényt. Eljön az idő, amikor meg lehet tenni azokat a lépéseket, amelyek a decentralizálás irányába vannak. Az ülés egyéb témái között megtudtuk, hogy 2007. októberében fognak újra demográfiai helyzettel foglalkozni a városvezetők. Várhatóan addig már minimálisan, de megítélhető, hogy sikerült-e bármilyen módon megállítani a lakosság számcsökkenést. És komoly vitapont volt az előterjesztés, mely arra vonatkozott, hogy állami kézből a szolnoki tankerületi központ kezelésébe kerülnek át a jászberényi köznevelési intézmények személyi és vagyoni intézkedései. Szomorú apropóval indult el a múlt heti testületi ülés, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem volt egy kedves év, hiszen hónapról hónapra volt valami szomorú bejelentés. Most városunk díszpolgára, Bedőni Baki Katalin hunyt el. Azt hiszem, hogy több helyen mi is igyekeztünk méltatni az ő karnagyi zene szakemberi, egyébként pedagógiai pályáját. Az biztos, hogy nagy formátumú művészt és pedagógust veszített a Jász közösség. Ez így van, hogy mindenki Kati nénia, így emlegette mindenki, meg így szólította is, aki a zene területén, a zene oktatás területén, a kórus munka területén igen hosszú évtizedeken keresztül igen komoly teljesítményt mutatott a városon belül, és hát maga a jelensége, ahogy jött-ment a városban, és mindenki ismerte, és mindenkihez volt, meg mindenkinek volt ő hozzá egy-egy jó szava. Hát ez a jelenség biztos, hogy hiányozni fog a városból. Szakmai munkájáról nem beszélek, mert az nyilvánvaló, de maga a személyisége, a jelenség, ahogy jött-ment, ahogy mozgott közöttünk. Úgyhogy Isten nyugosztalja. Témát váltva, nem is olyan régen, azt hiszem az előző adásban, vagy még így ősszel beszéltünk a jársági cigánynak kapcsán a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, és az éves beszámolót mindig így decemberben nyújtják be, és tárgyalja meg a képviselő testület. Nos, idén is ez így volt.
Érdekes módon az ellenzéki, talán nem is volt annyira érdekes, de az ellenzéki képviselők természetesen aggályosnak találták egy-egy a Rácz Tamás elnök úr felszólásában egy-egy mondatot. Ilyen volt például a terjed a szegénység Jászberényben. Viszont Nagy András, illetve ön is polgármester úr azt hangsúlyozta ki, hogy javult a kapcsolat 2016-ban, és több munkát is el is végeztek. Tehát az előző évhez képest azért fejlődő tendenciát mutatott a kapcsolat. Igen, hát ugye helyi roma önkormányzatról beszélünk, több aspektusból is azért alá kell húzni ezt, hogy helyi önkormányzatról beszélünk. A programok, amiből adódóan tudtunk előrelépni ezen a területen, megítélésem szerint azért azok központi programok voltak, pályázati lehetőségek is, egyáltalán az a országos kormányzati törekvés, hogy ezt a társadalmi réteget, egyáltalán etnikai réteget valamilyen módon közelebb hozni azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket elgondol az ember a saját életét illetően is. És ennek keretén belül valóban az együttműködésünk jó helyi vezetőkkel. Az a reakció, ami egyébként megfigyelhető az ellenzéki helyi politikusok részéről, hogy ember a témában, ugye egyből a Jobbik is egy sajátos megközelítést, elsősorban a rend elvű megközelítést és annak hiányát ebben a közösségben teszi szóvá folyamatosan, és ezt hangoztatja. Noha szerintem Jászberényben azért ez a jelenség az országos átlagot semmiképp nem lépi túl negatív irányba, tehát nem gondolnám, hogy kiemelkedő lenne. A szocialista baloldal az meg egyértelműen a szociális és a segély és a megélhetés környéki problémákat, amire az megint azt mondom, hogy a közmunkaprogramtól kezdve számtalan egyéb a települési segélyezési rendszeren keresztül azért igen komoly források jutnak ezekhez az emberekhez. Felesleges egyik mind a két oldalról is, hogy bármelyik elemét kiszfeszítve valami teljesen extrém dolgot kihozni belőle. Ennek kapcsán ott is elmondtam, hogy nem gondolnám, hogy a helyi roma önkormányzat vagy annak vezetője az egy ilyen társadalomkutatási adatokkal objektíven alátámasztott véleményformáló vagy nyilvánító ember lenne. Szubjektíve, ha ő azt gondolja, hogy szegénység az ebben a körben fokozódik, az lehet egy vélemény, de akkor azt kezeljük azon a szinten, és felesleges erre most úgy belekapaszkodni, mintha ezt mondjuk a tévéhíradó mondta volna be, meg a Magyar Tudományos Akadémia szegénységkutatási munkacsoportjának valami elemzése lenne, mert a helyzet meg a valóság nem ezt mutatja. Következő témánk, ugye erről már beszéltünk egy kicsit, észben érintettük, maradjunk ennyiben, ugye, hogy mit tehet a város annak érdekében, hogy a gazdaságot élénkítse, illetve összekapcsolja a szakképzéssel. Ilyen erre volt jó példa, ugye a Párbeszéd kialakítása, erre jó platform volt az előbb említett szakképzési fórum, de hát itt van egy konkrét intézkedés is, az iparűzési adó célirányos, vagy egy részének célirányos felhasználása. Itt mutatja is egyébként a tábla, hogy a 3%, illetve egy másik 2%-os részről beszélünk, ugye eddig 1%-ot lehetett gyakorlatilag felajánlani szakképzésre, ha jól mondom. Ez változik, ez 2%-ra emelkedik, és az újdonság, hogy egy újabb 3%-os részt 1 millió feletti, tehát arról beszélünk azok az adózókról, akik ugye 1 millió forint felett fizetnek be az önkormányzatnak, ezt a 3%-ot fel lehet ajánlani, 7 pontosabban oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, környezet, sport és infrastruktúra alapba. No, én úgy látom, hogy nagyon termékeny és nagyon kezdeményező a kapcsolat a vállalkozók és az önkormányzat között. Ezt mutatta már a TAO-s pénzek kihasználása is. Ez is egy ilyen gyermek? Mindenképp. Tehát ugye ennek az előélete az nagyjából a műsor elején említett bejárások, illetve ezek az egészen szoros munkakapcsolatból adódik, mert itt többször elhangzott többek között az is, hogy valamilyen szinten a vállalkozások az iparűzési adó révén szeretnék azért azt is látni, hogy hová kerül a pénz. Természetesen ugye a költségvetésünk teljesen nyitott, egyébként eddig is szokásunk volt a költségvetés megalkotása előtt vállalkozói csoportoknak, menedzserklubnak, nagyobb vállalkozói szereplőknek
ismertetni az elképzeléseinket, sőt, ugye a javaslataikat, tanácsaikat kérni az ügyben. De ez most konkrétabb ennél, ugye azért ez most 2+3%, 5%, 2 milliárdos söpörődési adónál, ha ezzel mindenki élne. Mert azért ez nem, még az indulásnál pláne nem lesz valószínűleg teljes körű a felajánlási szándék, de akkor a 100 millió forintot jelent. A 100 millió forint azért már jelentős tétel, abból a szempontból, hogy az elő felsorolt területekre irányítva ki hol gondolja ennek esetleg a hatékony realizálását. Az ösztöndíj programban a 2%-os emelést azért tettük, mert ugye az évfolyamok sorozatban jönnek be, ugye 6., 7., 8. osztályos általános iskolások és 1-től 4-ig a középiskolai szakképzéses részben, tehát a legvégén ugye lesz 6 évfolyam, majd most talán a 3. évfolyamnál vagy 4. tartunk, úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez a 10 millió forintot simán meg fogja haladni ez az éves tehertétel. Magyarul kérjük akkor azt, hogy a vállalkozások, akik ebben gondolkodtak, most már ne egy, hanem 2%-ról döntsenek azzal a címkével, hogy ezt a szakképzés irányába, az ösztöndíjprogramba szeretnék fordítani. A másik 3%, aminek azért mondom, akkor megint ez legalább egy 50-60 millió forintnyi dolog, az pedig az egyéb civil élethez és egyáltalán a városi működés egyéb területeihez köthető javaslatok lesznek. Egy dolgot nem szabad egyébként figyelmen kívül hagyni, a döntés és a döntéssel járó felelősség továbbra is az önkormányzati. Azért az önkormányzatiság választott tisztségviselők, illetve választott képviselők okán ezt hordozza magában. Ez az alapelve, tehát javaslatot, egyeztetést, párbeszédet, együtt gondolkodást az ügyben folytatni kell, és ott számszerű dolgokról is beszélhetünk, de természetesen ugye a döntés az, és annak a felelőssége következményei az egyértelműen a testületet terhelik. A múlt heti ülés legfontosabb témája, vár témája a költségvetési koncepció kialakítása volt. Ebben nekünk van két táblánk is, mindjárt látjuk majd az első táblát, ahol fő irányelveket fogalmazott meg ön, mint előterjesztő, illetve hát nyilván nem egyedül, hanem azért ennek van egy komoly tervezési folyamata. Egy kicsit először beszéljünk erről, hogy általánosságban idén ön hogy állt neki a tervezésnek. Tehát ugye ez több folyamaton megy keresztül, de hát mégiscsak kell valami, látni kell az országos politikai változásokat, egyébként a helyi törekvéseket, hol állunk mondjuk a gazdasági program megvalósításában. Tehát számos ilyen szegmense van. Ön hogy állt neki az idei tervezésnek? Ugye ennek a pontos definíciója ennek a koncepciónak a 2017. évet költségvetést megalapozó döntések, vagy koncepcióban elgondolások. Magyarul egy nagyobb és a város életének szinte minden területét egyébként felölelő több elemből álló koncepció elgondolása rendszerből ki kell emelni azokat az elemeket, amire azt mondjuk, igen, ezt most 2017-ben meg fogjuk csinálni, mert pénzeszközt rendelünk hozzá a költségvetés meg szervezése során. És hát ilyenkor az a kérdés, hogy mi az, amit 17-ben mondjuk a korábbihoz képest. Az is kérdés, hogy mi az, amit a korábbihoz képest megtartva, ugyanaz olyan szinten megtartva tovább kívánunk vinni, mert úgy gondoljuk, hogy érték a városnak. Ilyen elemek például a már említett kulturális életünk, vagy a sportra fordított városi erők, városi pénzek. Ugye a sportnál, most gyorsan akartam mondani, 450 milliót költöttünk egy évben, mondjuk ebben infrastruktúra és működtetés együttesen benne van, de akkor is a saját bevételeink 15%-a, ez a sport világa. A kultúra világára 400 millió, ez is megint 12-13%-a. Tehát jelentős összegek. Azt gondoljuk, mivel lehetőségeink bevételi oldalról hasonlóan lesznek elgondolásunk szerint, mint az előjön, hogy ezt bizony folytatni kell. A város üzemeltetés megint csak olyan kérdés, amit jó néhány év alatt, nagyjából mióta a városvezetésben felfoglalkozunk, tehát 6 éve kialakítottunk, egy szintet elértünk, a VVZRT-n keresztül igen jelentős forrásokat biztosítunk arra, hogy a város kinézzen úgy, ahogy kinéz, meg működjön úgy, ahogy működik, és természetesen ezen a területen is tovább kell lépni, de ez is egy olyan cél, amit mindenképp tartanunk kell. És vannak vadonatúj kérdések. A közmű fejlesztéseknél a közmű állapotot illetően eddig a hangsúly az utakon volt,
nem feleslegesen, de az utak karbantartása, felújítása mellett azt hiszem kifejezetten ebben a 17-es évben költségvetés oldaláról a csapadékvízelvezetés, illetve a szennyvíz elvezető rendszerünk anomáliáit kell felszámolni. A kettő egyébként összefügg, sajnos fizikailag is összefügg, mert nagyon sokszor a csapadékvíz megjelenik a szennyvíz elvezető rendszerben, és minden nemű működési problémákat, zavarokat okoz. Tehát ezt a kérdést kezelni kell. Eddig is foglalkoztunk ezzel, mert 10 milliókat, 30, 40, 50 milliót fordítottunk évente a költségvetésre, de azt látjuk, hogyha itt átütő eredményt akarunk elérni, már pedig azt gondolom, 2-3 éven belül ezt le kell a városban rendezni, akkor bizony 100 milliós nagyságrendű, több 100 milliós nagyságrendű forrásot kell évente elefordítani. Itt merült fel egyébként szintén koncepcionálisan az a kérdés, hogy kifejezetten ilyen szándékból közműfejlesztésre gondolkozhat-e a város hitelfelvételben. És egyáltalán ugye a hitelfelvételnek igen komoly feltételrendszerét alakította ki a Fidesz kormány okulva a korábbi évek, évtizedek negatív gyakorlatából vagy negatív tapasztalatából, de természetesen egy jó adó erőképességű és a adósság terhét jól viselni tudó, tehát megfelelően megalapozott költségvetéssel bíró önkormányzatnak a kormány jó célokra, és egy infrastruktúrális fejlesztés biztos, hogy ilyen megengedi. Na, ez még nincs eldöntve természetesen, de ezzel foglalkozni kell, hát erről fog majd a január-február időszak szólni, amikor a költségvetést meg kell alkotni. Tehát főleg ezek azok a dolgok, amiről beszéltünk, de természetesen sok egyéb téma, például egy másik, az iskolarendszer működés és szervezeti kérdésének nagyjából azt hiszem most már végállapotába került ez az átalakítási folyamat. Eddig a város üzemeltette, fenntartotta ezeket az iskolákat, bizonyos szempontból ezt most állami feladattá tette az állam, de természetesen egy úgynevezett szolidaritási hozzájárulást a város a képessége, megint az adó ereje okán ebbe a rendszerbe befizet. Ez is egy jelentős mozgása a költségvetésnek, jelentős eleme a tavalyihoz képest. Adásunk végén ugye már említette a 2017-es évet, tehát hogy bizony január-februárban folyamatosan tervezés alatt lesz, és február végére remélhetőleg elfogadás közeli állapotba kerül ugye a költségvetés. Mit jósol a következő esztendőre? Hát igen, ilyenkor elő kell húzni a varázsgömböt, de hát úgy látszik, hogy ebben a tervezett felállásban a viszonylag azt gondolom, hogy ismert formulákat előhozó évben nem hiszem, hogy különleges dolgokra kell számítani, bár sose lehet tudni, mennyire nyugodt a jövő évet tekintve. Hát nyugodt vagyok, nem mondom, hogy abszolút nyugodt vagyok, de nyugodt vagyok. Egyfelől látom a jászberények teljesítményét két oldalról is, egyfelől a gazdasági teljesítményt a gazdasági szereplőknek. Azt gondolom, hogy a bevételeink és a bevételeink ilyen elvű elosztása, amiről itt az előbb is beszéltem, azok biztosítani fogják azt, hogy a város fejlődése tovább érzékelhetően tovább, tehát a fejlettségi szint tovább emelkedik egyfelől. 17-ben biztos, hogy megjelennek most már az uniós forráspénzek, amelyekre jó pályázataink vannak, és bízom benne, hogy ezek eredménnyel realizálhatók lesznek majd, és ezek is a város fejlődését fogják szolgálni. Amiben leginkább bízom, az meg a városi, jászberényi városlakó közössége. Az a mentalitás, ahogy az egész élethez, legyen ez munka, legyen ez közösségi élet, legyen ez a városhoz való, egymáshoz való viszonyulás, mert ezen a területen is óriási fejlődést látok, akárcsak az alatt a 6 év alatt, amióta szorosabban ezt a területet tapasztalom vagy figyelem. Úgyhogy ezek együttesen azt gondolom, hogy egy alaposan mérlegelt, megfontolt, de mindenképp optimista jövőképet adnak. Hát a jövő évhez, polgármester úr, sok sikert és sok munkát kívánok önöknek. Boldog karácsonyt!
és remélhetőleg Jászberény ugyanilyen sikeres évet tudhat maga után, és a képviselőtestület is ilyen. Azt gondolom, hogy egy politikailag viszonylag kiegyensúlyozott év után valami hasonló következik, aztán úgyis jön a 2018-as, ami már azért komolyan választási év lesz. Köszönöm szépen, hogy egész évben befáradt hozzánk is. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, most itt ezen az alkalommal is hadd kívánjak én is áldott békés karácsonyt és boldog új évet minden Jászberényinek és természetesen önöknek, a tévé munkatársainak. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, és hát természetesen mi is a televízió nézőknek áldott karácsonyt kívánunk, és boldog új esztendőt, bár nem megyünk túl messzire, hiszen januárban a képviselőtestületi ülést követően valószínűleg ezzel a párossal ismét találkozhatnak, úgyhogy várom önöket 2017-ben is a képernyők elé, akkor is lesz döntés után remélhetőleg. Minden jót, még egyszer boldog, áldott karácsonyt kívánok önöknek, és sikeres, jó új évet. Viszontlátásra!